A 135. évad kezdődött el az Operaház történetében idén ősszel. Az Opera 135 című estén az évad tematikája szerint Puccini kortársainak ismert és kevésbé ismert műveiből kaphatott ízelítőt a közönség. Többek között Mascagni zenéjéből, akit új oldaláról is bemutatott ez az előadás. Ez a mai este is egy különleges estének ígérkezik, mert Mascagnit, mint opera szerzőt mindenki ismeri, de ma, mint filmzeneszerző is megismerhetjük, mert egy 1917-ben készült néma filmhez írt zenéjét hallhatja ma este a közönség, és láthatja is. A zenekar tagjaira, ahogy az egész társulatra, nagy feladat hárul idén a színházi épületek felújítása és építése miatt. Minden évadkezdés nagy ünnep a zenekar és az egész színház számára. Most egy különleges évadot zártunk, és különleges évadot kezdünk, mert az Operaház felújítása miatt az Erkel Színházban játszunk jelenleg. Határon túli magyar lakta területeken turnézik a zenekar, vidéki nagyvárosokban játszunk. Elvisszük a repertoárunkon lévő operákat, és szimfonikus koncerteket is adunk. A Magyar Állami Operaház a világ élvonalába tartozik a repertoár darabok és az éves premierek számát illetően. Mi azért alapvetően repertoár színházként működtünk, tehát az igazán sláger darabokat az ember egész életében játsza. De hát ezek egyrészt nagyszerű darabok, másrészt igazából 10-20 év után sem lehet unni mondjuk egy Rigolettót vagy egy Varázsfuvolát. Az évek alatt megszokott darabokon kívül a repertoár természetesen évről évre bővül, ami folyamatos tanulást kíván a művészektől. Azt hiszem, hogy ezt ki lehet mondani, hogy óriási a repertoárunk. Mint zenésznek ez egy nagyon érdekes munkahely ez az Operaház, mert folyamatosan tanulnunk kell, mindig találkozunk újabb és újabb darabokkal. Egy-egy évad repertoárja az utóbbi években mindig valamilyen tematika köré épül. Tavaly például Wagner volt, idén Puccini lesz a fókusz, de mindig teret kapnak a kortárs művek is. Hát azt gondolom, hogy igazából a kortárs művek azok, amik olykor meglepetést okoznak, pont azért, mert a kortárs zene nagyon sok irányú, nagyon sokfajta újdonsággal találkozott az ember. Gyakran hangszeres művészként például olyan extra nehézségekkel, amihez nagyon komoly munka kell, hogy ott megoldja az ember. Kálmándi Mihály operaénekes számára fontos, hogy a nagy repertoár nagy művészi szabadságot is hagy az énekeseknek. A mi repertoárunk, a mi házunk kvalitásait mutatják, és ez igen magas. A 135. évad ünnepnapján Ókovács Szilveszter, az opera főigazgatója, beszélt az idei különleges évadról, és szemléltette azt is, milyen feszített tempóban telnek a társulat napjai. Ma este már 40 perce megy a Varsói Nemzeti Színházban Janácsek Jerófa című operának előadása. A zenekar innen hiányzó tagjai ott teljesítenek szolgálatot éppen. Ott van az énekkar, akik kirepültek ma reggel a tegnapi Carmina Burana után. Énekkarunk másik része a Müpában készült fel Bernstein Candidjára. Itt pedig önök láthatják a majd négy számú zenekari együttesünket, akik ugye a Puccini Itáliája tematika jegyében fognak önöknek egy remélem felejtetlen koncertet adni hamarosan. Az Erkel Színház közönsége tehát ízelítőt kapott az idei évad sokszínű zenei választékából, amit ország és Európa szerte, de még a tengeren túlon is láthat, hallhat majd a nagy érdemű a 135. évadban.